Végén nem a műegyetemre iratkoztam át egy év után, hanem a jogi karra Szegeden, 55-ben, és joghallgatóként ott voltam másodéves, amikor elérkezett 56 ősze. Amikor visszamentünk Szegedre, otthonról, tehát Balatonenericsről, ahol a nyarat töltöttem, akkor azzal fogadtak, hogy a Mohácsi Árvíz helyreállítási munkáihoz szerveznek, úgy hívtuk, hogy társadalmi munkát, diszmunkát. Jelentkeztünk, természetesen segíteni kell, úgyhogy 2-3 hétig lent voltunk Mohács szigeten, és építőipari kvázi segédmunkások voltunk. Ez nagyon érdekes, és többen azóta, többektől hallottam vissza, hogy ez egy nagyon érdekes helyszín volt. Tudnélik, az ország összes egyeteméről jöttek ott össze 20-30-an, és voltunk összesen mondjuk 200-an, és mind olyanok, akik azért érdeklődőek voltak, nyüzsgők voltak, akik beszélgettek, és ugye aki ismeri a történelmet, tudja, hogy 56 tavasza az az olvadással járt, 20. kongresszus, és így tovább. És miután nem egyetem falai között, nem az egyetemi oktatók, meg a diszvezetők, hát ugye volt ott egy diszvezető, de nem azzal törődött között voltunk, hát nagyon aktívan elkezdtünk politikai beszélgetésekbe is belefolyni, és feltehetően ennek hatására, amikor lejárt ez a munka, tehát visszamentünk Szegedre, befejeződött ez a tábor, és hallottuk a többiektől, hogy vannak olyan kezdeményezések, hogy az orosz nyelv oktatását tegyék fakultatívá, mert egyébként kötelező volt, akkor egy Lejtényi András nevű évfolyamtársam és barátommal beszélgetve jutottunk arra az ötletre, vagy arra a gondolatra, nagyon naivan hozzáteszem, de hát 22 évesen az ember naív, hogy itt egyéb követelések vannak, oktassák a marxizmust, meg a menza, meg a diákotthon, meg a egyéb ilyen egyetemi problémák, de azért ebben benne volt azért a hátunk mögött a politikai feszültség is. Csináljunk egy diák szervezetet, ne a diszt, mert az semmire se jó, ugye felülről irányított pártállami rendszer van, és akkor így hallassuk a hangunkat, mert így legalább súlya van. Ha egy szervezet van, ha ott tömegek állnak mögöttünk, mondtuk mi ott az első ötletnél, akkor mindjárt eredményesebb lesz a követelés. Na, így került sor arra, hogy mi ezt kiötlöttük ketten, aztán mentünk egyikhöz, másikhoz, harmadikhoz, és ilyen hólabdaszerűen, napok alatt Szegeden minden egyetemista, akinek ez a fülébe jutott, ez a hír, az lelkesen azt mondta, hogy jaj, milyen jó dolog, ezt akkor meg kell csinálni. Abban az időben ugye mindenütt az egyetemeken is működött a besugó hálózat, tehát 2 nap után az egyetemi párt és diszvezetés tudomást szerzett arról, hogy itt valami egyetemisták valami mozgolódást kezdtek el, és ezért összehívtak ilyen kis kézzel írt plakátokon egy diákgyűlést október 16-án délután 3-ra a bölcsészkar auditorium maximumában, ez volt a legnagyobb előadóterem, hogy majd elmagyarázzák a diákoknak, hogy nem az a dolguk, hogy politikával meg követelésekkel foglalkozzanak, maradjanak csak a tanulásnál. És amikor mi erről szervezők tudomást szereztünk, akkor elhatároztuk, hogy oda megyünk, és majd ott valahogy, valamilyen módon előadjuk az ötletünket, most már nagyobb tömeg előtt. És amikor bementünk a terembe, ott a Lejtényivel, Tóth Imrével együtt, akkor láttuk, hogy nincs még elnökség a pulpitusnál, ahogy szokott lenni a piros drapéria, pártitkár, disztitkár, meg mit tudom én. És akkor mi egyszerűen pofátlanul, nem tudok jobb kifejezést használni, kivonultunk oda a katedrára, a hallgatók csodálkozva néztek, hogy ezek meg kik meg mit akarnak, és amikor utána megegyeztünk, hogy én leszek a levezető elnök, lecsendesítettem a hallgatókat, akik ott duruzsoltak, mint általában egy nagy gyűlés előtt, vagy egy ilyen gyűlés előtt, elmondtam, hogy mi vagyunk azok, akik ezzel az ötlettel járkálunk már itt napok óta,
És ha úgy gondoljátok, akkor itt föltennénk szavazásra a kérdést, hogy akarjátok-e ezt. Pontosan mit? Akarják-e azt, hogy az egyetemi ifjúság egy önálló szervezetet hozzon létre, és fogalmazza meg a saját egyetemista követeléseit, amikben nem csak az egyetemisták követelései voltak, mert hisz a szüleinken keresztül pontosan tudtuk, hogy mi a baj a faluba, a parasztsággal, hogy elvették a földjüket, szekerüket, lovukat, hogy diktatúra van, hogy a munkások a gyárakban ébérért dolgoznak és szidják a rendszert, hogy az értelmiség lapul és nem mer megszólalni, titokban hallgatja csak a szóval nem mondom az 50-es éveket, mert most nem erről szól ez a dolog. Tehát valami ezzel kapcsolatos dolgokat is, illetve, és ez nem másodlagos szempont, ugye 56 tavaszán megindul a 20. Szovjet pártkongresszus után egy erjedés, és előjönnek reformkövetelések, hogy talán enyhíteni kellene a diktatúrán. Hozzáteszem, hogy három dolgot ebben az időszakban ezek a reformkövetelések nem kérdőjeleztek meg, nevezetesen a Szovjetunió egyeduralmát, az egypártrendszert és a párt egyeduralmát, és azt, hogy itt internacionalista szellembe kell gondolkodni, és nem lehet a nemzeti jelképekkel előjönni. Ezt a három dolgot, ezt nem érintették, ez tabu volt. Az egyetemi hallgatók viszont úgy érezték, hogy ezekhez hozzá kell nyúlni. Na, egy szó mint száz visszatérve 16-ára, miután közfelkiáltással megalakítottuk, akkor adtuk nevet neki a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét, amit később MEFESZ-nek rövidítettünk, és akkor azt is elhatároztuk, na akkor mondjátok, hogy miket követeljünk, és akkor jöttek a hozzászólásokba a legkülönbözőbb tanulmányi és politikai követelések, illetőleg megállapodtunk, hogy 4 nap múlva most már mi szervezők szervezünk egy nagygyűlést, de még előtte minden karon a hallgatók válasszanak egy 3-3 tagú vezetőséget, mert mi önként jelentkezők vagyunk, nem mi vezessük, hanem mondják meg, hogy kik azok, akikben megbíznak, és akkor ez a 18-as, mert 6 kar volt Szegeden, készíti elő a 20. nagygyűlést. Na, így is történt, a karokon megtörténtek ezek a diákgyűlések, ott megválasztották a vezetőket, a jogi karon a Tóth Imrét, jó magamat és egy fiút, aztán a többit, na, ne soroljak, és így került sor az október 20-ai nagygyűlésre, ahol már mi voltunk a kvázi megválasztott vezetők, és ahol a MEFESZ-nek a szervezetnek a szervezeti működési szabályzatát is megfogalmaztuk, illetve megszavaztuk, pontonként, apróságokon, elvitatkozva hosszasan, illetőleg a követeléseket is, tanulmányi, szociális, illetőleg a politikai követeléseket is, mindent megszavaztatva, mert számunkra a demokrácia egy szent dolog volt. Ennek a 18-as csapatnak nem volt egy személyi vezetője, mi nem választottunk elnököt. Mi azt mondtuk, hogy itt mindenki egyforma, itt csak a többség dönthet minden egyes dolog. De hogy ne csak a levegőbe, ne csak emlékezetből meséljek, itt hadd idézzek, a 58-ban állítottak bíróság elé később, és az elsőfokú bírósági ítéletből néhány megállapítást. Nem sokkal később, ezután október 11-e körül elsőrendű Kis Tamás és az azóta külföldre távozott Lejtényi András felkeresték másodrendű Tóth Imre vádlottat azzal a céllal, hogy létrehozzanak a dísztől független és később párttól független új szervezetet. Ez az új szervezet az egyetemi dísz ellen irányít. Később. A megbeszélés után, amelyet a diákklubba tartottak, átvonultak a DISZ által összehívott diákgyűlésre,
És itt az MEFESZ akkori ideiglenes vezetői ragadták kezükből a vezetést és az irányítást, illetve az egész és átérünk a második társadalmi pontnak a tárgyalására. A MEFESZ programja, előadó Kis Tamás. Ezek voltak főleg a tanulmányi problémák és programok. A politikai követelések a következők. Követeljük, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek az elmúlt időszak bűneiért, és a tárgyalásoknak a legnagyobb nyilvánosság előtt kell lefolyniuk. Követeljük a tájékoztatás szabadságát, a sajtó mindenben hozza részletes beszámolót és fűzve hozzá kommentárt. Követeljük, hogy Nagy Imrét és Lukács Györgyöt válasszák be a központi vezetőségbe. Állapítsák meg az államtól származó összjövedelem felső határát, és gyorsítsák meg az alacsony bérek felemelésének ütemét. Követeljük a halálbüntetés eltörlését politikai bűncselekményekben. Alapokra fektetett, szabad, demokratikus választási rendszert követelünk. Három nappal a forradalom kitörése előtt, amikor még az országban szó se volt arról, hogy itt három nap múlva mi fog történni, amikor még a többi egyetemen, Pesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben, még csak szobai beszélgetések voltak, még nem volt nagygyűlés sehol, akkor milyen volt a hangulat Szegeden. És akkor még talán annyit erről az október 23-a előtti dolgokról, hogy 1959-ben a legfelsőbb bíróság, mint másodfokú bíróság, ítéletében én azt gondolom, hogy nem véletlenül állapította meg a Kis Tamás és társai című bűnügyben a következőt, szintén idézek, mert szeretek idézni. A büntetések kiszabásánál az elsőfokú bíróság helyesen vette figyelembe a vádlottak által elkövetett cselekmények nagyfokú társadalomveszélyességét. A MEFESZ az egyetemi ifjúság körében nagy mérben felkeltette az ellenforradalmi hangulatot, és így az országos ellenforradalmi megmozdulásnak egyik szellemi előkészítője volt. Hát ezek után én azt hiszem, hogy amikor aztán később itt egy kicsit ugrok, 57 tavaszán letartóztatnak, bíróság elé állítanak, első fokon elítélnek, másodfokon elítélnek, akkor én nagyon hálás voltam a sorsnak, hogy viszonylag enyhe, első fokon 8-10 éves, másodfokon 5-6 éves börtönbüntetéssel, ha úgy tetszik, megúsztuk társaimmal együtt, mert hármunkat, négyünket állítottak bíróság elé mindössze. A többi egyetemi főiskolai hallgatót csak fegyelmileg rúgták ki az egyetemről, vagy egy fél évre, egy évre kizárták az egyetemről. Nem akartak túl nagy port fölverni, és itt egy megjegyzés, ez elég érdekes, akkor nem tűnt föl, de most aztán később, ahogy én ezt néztem, feltűnt, hogy a bíróság elé állított egyetemi, a MEFESZ miatt, tehát az előkészítés miatt és a szervezés, vezetés miatt, bíróság elé állított egyetemi főiskolai hallgatók mindegyike értelmiségi származású volt. A munkás és paraszt származású
fiúkat, lányokat, akik ugyanolyan lelkesek voltak, mert nélkülük nincs mefesz, hát öt ember nem csinál forradalmi hangulatot. Őket csak fegyelmileg vonták felelősségre, nem akartak a bíróság elé citálni munkás és paraszt fiatalokat, hanem már ugye megint az értelmiségen verték el a port. És akkor itt előre ugrottam egy kicsit itt a büntetéssel, a október 20-ai nagygyűlés után szétmentünk, hogy így mondjam, megbeszélés szerint Pécsre, Debrecenbe, Mosonmagyaróvárra, Miskolcra, és a Lejtényi Andris barátommal, mint főszervező pedig Budapestre, hogy ott is az egyetemistákat rábeszéljük ennek a mozgalomnak, a mozgalomhoz való csatlakozásra. Uh-huh. Nyugodtan felén fordulni. És így történt az, hogy amikor tőlünk természetesen függetlenül, már személyünktől függetlenül, de a szegedi események hatására és a hírek hatására a műegyetemisták is nagygyűlést hirdettek, meg az agráron volt nagygyűlés, meg a bölcsészkaron, meg mindenütt. Október 22-én megtartották ezeket az egyetemista nagygyűléseket, akkor a műegyetemi nagygyűlésen magam voltam, mint szegedi küldött a Lejtényi Andrissal együtt, és mondtuk el azt, hogy mit történt, amit hallottunk Szegeden, hogy megalakítottuk a szervezetet, hogy milyen tanulmányi, szociális és politikai követeléseink vannak, és az akkori résztvevők visszaemlékezése szerint ez egy döntő fordulatot jelentett ezeken a nagygyűléseken. Kinyíltak a szájak, ahogy szokták mondani, bátorságot kaptak. Kint voltunk egyébként a Gödöllői Agrár nagygyűlésen is, hasonló eufórikus fogadtatásban. Itt vannak a szegediek, itt vannak, akik fölmertek lépni valami ellen. Na, így voltunk ott ezeken a 22-i gyűléseken, egyetemista gyűléseken, és így került sor arra, hogy a 23-ai felvonuláson, természetesen magam is ott vagyok. Igaz, hogy akkor mi csak ketten voltunk, tehát ismerőseink nem voltak. Egy kicsit úgy talajt vesztettekké váltunk, mert hisz nem ismertük azt a tömeget. Egy voltunk a nagy több, a 10 000 vagy az 50 000 emberből, de végigmentünk az egész felvonuláson, a Bem téren, ott voltam a parlamentnél, ott voltam aztán a rádiónál este majdnem éjfélig, mint az események részese, de nem aktív résztvevője, tehát én magam akkor 23-án este nem fogtam fegyvert, mert nem is találtam, de láttam mindent és mindentről közvetlen, ami ott történt, közvetlen tapasztalatom volt, hisz abba azonnal délutánon és éjszaka a város egyik részében, ami történt, azt nem biztos, hogy a másik részében tudták vagy látták, mert hát azért más történt a Sztalin szobornál, más a rádiónál. Ott, amikor megalakult az egyetemi nemzetőrség, akkor annak lettünk a tagjai, 2-3 napig nemzetőri feladatokat láttunk el, most már fegyverrel, tehát nem mint felkelők, hanem mint nemzetőrök, ilyen rendvédelmi feladatokat, és akkor visszautaztunk 30-án Szegedre, ott is az egyetemi nemzetőrség megalakult, akkor ott is ugyanezt a feladatot láttuk el. Láttuk el a társaimmal együtt, egy 50-60 fős egyetemi zászló, nem 25 fős egyetemi zászlója alakult, ha jól emlékszem a számra. És elérkezünk november 4-éhez, amikor minden összeomlik, és teljes apátiába süllyedünk. És bár lélekben felvesszük a harcot, de fizikailag egyszerűen képtelenség géppisztollyal vonuló harckocsi csapatok ellen. Ezt beláttuk, hogy ennek nincs értelme. Azt akkor egy dolognak még úgy láttuk, hogy van értelme, november második felében a Kádárék elleni röpcédulákat kezdtünk el, ilyen kis házi készítésű gépeket Szegeden sokszorosítani és szétszórni a városba.
hát ezzel se váltottuk meg a világot, idézőjelbe téve. Az események tőlünk függetlenül abba az irányba mentek, amit hát mindenki ismer, vagy ami ismert. Így aztán 57. januárjában jobbnak láttam egy kicsit, ma így mondanánk, illegalitásba vonulni, magyarul bujkáltam a hatóságok elől, rokonoknál, ismerősöknél. Ami nagyon szerencsésen jött ki, mert engem már 57. januárjában kerestek és le akartak tartóztatni, hisz mindenki tudta, hogy kik a szervezői ennek a dolognak, mert mindent nyíltan csináltunk. Október 10-től 23-áig nem volt titok, hogy mi mit csinálunk, meg a forradalom alatt is. Jobbnak láttam eltűnni, és itt csak május végén tartóztatnak le az utcán Szegeden, amikor egy napra visszamegyek. De ennek az lett az eredménye, hogy nem 57-ben, amikor a legdurvább megtorló eszközökkel éltek, hanem csak 58. januárjában került sor az elsőfokú tárgyalásunkra, és az egy hónapos tárgyalás végén az előbb említett abba az időben enyhe büntetéssel megúsztuk ezt az egész kezdeményezést, vezetést és szervezkedést. És hát ezután jönnek a börtönévek, a szegedi csillagba, illetőleg a Váci fegyházba és amnestiával szabadulok. A börtönről én azt tudom mondani, hogy ugye én akkor 22 éves voltam, és a hasonló korú független fiatal emberek, mint mi voltunk, egyetemi hallgatók, mi elég, hogy mondjam csak, nem mondom, hogy könnyedén, de nagyobb megtörés nélkül vettük tudomásul azt, hogy nekünk 5-6-8 évig itt kell bent lenni a börtönben. Nagyon nehéz volt a helyzete viszont azoknak, akik családokat hagytak otthon, gyereket, feleséget és így tovább. Tehát mi ott, amikor hát összejöttünk és ez a csapat összeverődött, nem tudok úgy visszaemlékezni, hogy az valami borzalmas, elviselhetetlen állapot volt. Feltaláltuk magunkat, sakkot készítettünk, sakkoztunk, rengetegért beszélgettünk. Kinek mi volt a szakmája, az egyik pszichológus, a másik szociológus, egy történész, egy irodalmár, egy műszaki, a saját szakmájából érdekességeket mesélt, vagy mondott, szinte képeztük magunkat. És épp ezért szövődtek ezek a barátságok, amik, mint mondtam, 35 éven keresztül megmaradtak, és a mai napig megvannak, csak hát már sajnos ennek a csapatnak a nagyobbik része eltávozott közülünk, korunknál fogva, úgyhogy már csak 4-5-en vagyunk ebből a, úgy hívtuk, hogy 50-es zárka csapata, mert egy nagy zárkába voltunk elég sokáig. Uh-huh. Nem végig. Hányan voltak? 26-28-an voltunk egy zárkába, tehát ez az a korszak, mert a letöltött időnek egy részét azért én is magánzárkán, meg rossz körülmények között nem dolgozva, mert az a másik dolog, hogyha a börtönbe az ember munkahelyre került, és azért igyekezett is munkahelyre kerülni, meg a börtönnek is az volt a kedvezőbb, ha valami úgymond hasznos munkát végez az ember, akkor legalább az a 8 óra, amíg munkában volt, hát addig szabadnak érezte magát, mert speciál mi ott egyébként ipari kémkedést folytattunk, kémiai színező anyagokat elemeztünk kémiai módszerekkel. Nem tudtuk, mi az eredmény, természetesen nem a mi dolgunk volt összegezni. De hát ez egy olyan feladat volt, amit az ember szívesen csinált, magam spektroszkópiai méréseket végeztem, és egy másfél éven keresztül, tehát nem volt nehéz. És ennek fejébe azért a zárkába is kaptunk könyveket, jobban békében hagytak bennünket. Azt kell mondjam, hogy a munkával eltöltött börtönévek könnyebbek voltak, mint amikor az embert kiengedték, és itt naponta kapta a pofonokat, hogy nem veszik föl, hogy te csak kussolj,
neked semmit se szabad, te nem kapsz később útlevelet, hogy te nem tehetsz semmit, te nem mehetsz előre, bár úgy érzed, hogy tehetséged, lehetőséged, vagy tehetséged lenne hozzá. Nem mehetsz előre, ez sokkal nehezebb volt. Tehát ez a másodrendű állampolgárság itt a Kádár korszak 60-as, 70-es éveiben sokkal nehezebb volt, mint az a 2-3 éves vagy 4 éves börtön. Hangsúlyozom, lehet, hogy még annyit hozzáteszek, hogy lehet, hogy a távolság is megszépíti természetesen ezt a dolgot, az ember csak a szépre emlékezik. De ma is azt mondom, hogy például, amikor én megnősültem, és itt egyszerűen fél évig nem vesznek föl még segédmunkásnak se, és itt van két család, és így tovább, hát ez egy sokkal rosszabb szituáció, mint az, hogy nekem most még 2 évig a börtönben kémiai munkát kell végezni, és hát csak egy hónapban egyszer láthatom a hozzátartozóimat, vagy 2 hónapban egyszer. Azt az ember tudomásul vette, ez letellik, eddig tart. Ezt nem lehetett tudni, hogy meddig tart. Ez a bizonytalanság, ez sokkal rosszabb volt, mint a börtön. Tulajdonképpen 56, szorosan vett 56, ezzel számomra befejeződik, érthetően. Eljön egy olyan korszak, amikor másodrendű állampolgár lesz az ember, amikor nem veszik föl sehova dolgozni egy jó darabig, még segédmunkásnak se kell. Mikor én Balassagyarmatra kerültem 62-ben, feleségemet próbált elhelyezni, és rögtön kirúgtak minden munkahelyről. Úgyhogy itt egy jó szűk fél évig munkanélküli voltam, mert még segédmunkát se kaptam. Hát aztán úgy nagy kegyesen azt azért engedték. Majd 10 évvel később, a 70-es években engedték, hogy az egyetemet újra kezdjem és befejezzem, és akkor a 70-es évek végére már jogászként is hagytak dolgozni, de természetesen az ember teljesen passzív volt, ami a politikai állásfoglalást és egyebet illeti. Hozzáteszem, hogy nem szakadtak meg viszont a börtönkapcsolatok. Tehát a börtönben a hasonló korú egyetemi főiskolai hallgatókkal, szép számmal voltunk, meg egyetemi tanárokkal, meg mérnökökkel, értelmiségiekkel. Egy 20-25 fős, nagyon jó baráti társaság alakult ki, akik a szabadulást követően is azért tudtak egymásról. Pestre, ha én innen fölmentem, akkor mindig megvolt, hogy elmegyek a Tóth Lajoshoz, elmegyek a Józsa Péterhez, ehhez, ahhoz, és hát úgy beszélgettünk, nem akartuk a rendszert megdönteni, de legalább kapcsolatot tartottunk. Úgyhogy amikor aztán 89-ben, és most ugrok megint egy kicsit, de hát a többi nem érdekes ebből a szempontból, az úgynevezett nagy temetésen a Hősök terén összefut ez a csapatnak egy jelentős része 10-15-ön, akkor temetés és gyászszertartás ide, mi meg kell mondjam, elég vidámak voltunk, mert örültünk egymásnak. És attól kezdve vettem aztán részt különböző olyan feladatok elvégzésében, munkákban, ami 56-hoz, a politikai üldözöttekhez, ehhez az egész témához, ami az én életemet meghatározta. Mert azért 22 évesen valamit elkezdeni, valamiben 2 hétig kirobbanni, ahogy Sólyom László fogalmazott 2 évvel korábban itt az 50. évfordulón Szegeden 16-án, hogy ez egy csillagrobbanás volt. Na szóval, aki ebben a csillagrobbanásban részt vesz, annak ez egy életét meghatározó élmény lesz. Azt hiszem teljesen érthető. Úgyhogy ezzel foglalkoztam aztán, amikor nyugdíjba mentem 1994-be, és azóta is, hát most már immáron 12 éve, hány éve? 96, hát 12 éve. Viszonylag aktívan belefolytam az 56-os szervezetek életébe, hivatalból is, meg nem hivatalból is, erről majd, ha
kérdezz, nagyon szívesen mesélj. Én még